Szervusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban folytassuk a 300-as betát, szétüssük a blokkot, megnézzük a csapágyakot, a hajtókar állapotát. Ebben az epizódban még nem rakódik össze, mivel meg kell nézzük a számait a főtengely csapágyaknak, de viszont gondolom az is egy jó epizód lesz a szétszedéssel. Kicsit elmékedünk rajta. Elkészítettem a hivált is. Kipucoltam. Elég normális állapotban maradt. Egy kicsit megcsiszlantottam. Aránylag elég szép. Úgyhogy használható, láthassátok a karcok. Nem mennyire látszik. Azok a szívó felül egy pár kisebb karc van, de ezt lehet mindegyikben megtalálni. Úgyhogy ez visszamegy maga a henger. Úgyhogy elkezdjük most bontani ezt. Ezt is azzal kezdjük, leszedjük a kuplung részt, maga a gyújtás részt, és a két blokkot választassuk össze, szét, így jön ki belőle a főtenge. Úgyhogy akkor essünk is neki.
Nos, srácok, nagyjából így néz ki szétszedve a blokk. Így néz ki a főtengely. Látszik, hogy mekkora hőnek van kitéve. Leolvadt minden róla. Viszont menthető, szétnyomassuk, kap egy új hajtókart. Picit megigazgatjuk, és mehet vissza a helyére. Hát azért 206-os csapágyak vannak benne, japán csapágyak, C-s csapágyak, úgyhogy ez elég gyakori, ilyen biztos, könnyen találni. És amikor megjönnek az alkatrészek, folytassuk az okátasztot. Azt ott nem tudom, az is lát, kimaradt az olaj keverékből, már nem tudni, elhasználódás is lehet, de mondtam, hogy ezeknek amúgy betegsége volt maga a főtengelycsapágyak szorulása. Úgyhogy oda kell figyelni, mondtam, keverése, kalburálással is nyugodtan, hiába van elég olajad az üzemanyagba, úgyis mehet el szegényen soványon. Úgyhogy történnek ilyen problémák, sajnám, de ez van. Úgyhogy még pár jó tanács, mikor szétszeditek a fél blokkot félbe, itt alátétek vannak, különböző motroknál van, ahol 2-3 hézagóla vannak, érdemes egy-egy gyors kötezőt kötegelőt rárakni, hogy ne hújjon szét maga a szekrény, ha nem áll szándékotokba szétszedni, úgyhogy nem maradjon el semmi, ma utána szekrénnyel gond lehet, és nagyjából ennyi. Mikor megjönnek az alkatrészek, még csinálok egy videót, mikor csinálom a főtengelyt, csapágyakot cserélek, úgyhogy ennyi lett volna ez az epizód. Szervusztok!